Kedves nézőim, József nagy lelkűségéről és múltat lezáró megbocsátásáról olvashatunk Mózes első könyve 50. részének 15. versétől. A szentége így van megírva. Amint látták József bátyjai, hogy az ő atyuk meghalt, ezt mondták, hát ha gyűlölni fog minket József, és visszaadja nékünk mindazt a gonoszt, amit elkövettünk rajta. Üzenetet küldtek azért Józsefhez mondván, a te atyád megparancsolta nékünk az ő holta előtt mondván, így szóljatok Józsefhez, kérünk téged, bocsáss meg a te atyád fiainak vétkét és bűnüket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Most azért bocsáss meg azoknak vétkét, akik a te atyád Istenét szolgálják. József pedig sírt, amikor ezt mondták néki. Járultak pedig őhoz az ő testvérei is, és leborultak előtte, és azt mondták, imen mi a te szolgáid vagyunk. József pedig mondta, ne féljetek, vagy Isten gyanánt vagyok-e én? Ti gonosz gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra fordít, gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy, amint ma, hogy sok nép életét megtartsa. Most annak okáért ne féljetek, eltartalak én titeket és a ti gyermekeiteket, és megvigasztalta őket, és szívükre beszélt. Ez Istennek szent ígéje. Ez az ige szakasz bizonyos mértékig párhuzamos a 45. részsel, ahol József megismertette magát testvéreivel, és rámutatott Isten útjainak csodálatos voltára. Találjuk előbb József testvéreinek félelmét és kérelmét, majd a leírást József nagy lelkűségéről is végül a koporsójáról is. József testvéreinek megalázkodása, leborulása József előtt, ismét a 37. rész álmaira emlékeztet, ezzel keretbe van helyezve az egész történet, József álmai itt beteljesedtek. József testvérei ott is először megijedtek, majd féltek József bosszújától. Úgy tudjuk, hogy a félelem érzése nem oldódott fel bennük, sőt, kiújult apjuk halála után mert arra gondoltak, hogy József csak apjukra való tekintettel bánt irgalmasan velük? A rossz lelkismeretüknek hangját nem tudták elhallgattatni. Vádolta őket a múltban elkövetett bűn. Vádolták önmagukat. Nem tudták maguknak megbocsátani, amit elkövettek József ellen. Van ez így. Az ördög előbb azzal kísért, hogy te nem is vagy olyan nagyon bűnös. Mások sokkal bűnösebbek, mint te vagy aztán azzal kísért, hogy akkora a bűnöt, hogy azt nem is lehet megbocsátani. Bizonyára így gondolta Judás is, amikor véget vetett az életének. De nem így gondolta Sámson, aki kegyelmet nyert halál előtt, és Dávid, aki megírta az 51. Zsoltárt. Nem így imádkozott bűnbánattal Nehémiás, meg Dániel. József testvérei úgy gondolták, hogy József bizonyára jobban szerette apjukat, mint őket, úgyhogy legjobb lesz arra hivatkozni, hogy az apjuk utolsó kívánsága volt az, hogy József bocsásson meg nekik. Hát nagyon apokrif történet ez, és mutatja szívük romlottságát. Azt hiszik, hogy József is ugyanúgy gondolkozik, mint ők. Bosszút forra nem tud megbocsátani, nem tudja elfelejteni a gonoszságot. Mindenki önmagából indul ki, önmagát próbálja a másikra vetíteni. Követet küldtek maguk helyett, már ez is sértő lehetett József számára, hamar átláthatott a hazugságon, hiszen ha apja csak ugyan mondott volna ilyet, akkor megmondta volna szerető fiának szemtől szembe, hogy nem báratott volna halála utáni időre, hogy egy idegen által üzengessen. Jákob jól ismerte a fiát, jobban, mint a testvérek. Mi több a megbocsátás kérését a közös hit tényével támasztják alá. Ők József atyának istenét szolgálják, a József istenét, de nem nevezik a maguk istenének. József sírt, mert látta, hogy félnek és nem bíznak benne, Ime miatt te szolgáid vagyunk, mondják. József újra Isten csodálatos terveire és tetteire mutat rá, aki a rosszat jóra tudja fordítani, hogy sok nép életét megtartsa. Isten tervei magasabbak a mieinknél, Azokat nem lehet meghiúsítani. Isten gondolatai nem a mi gondolataink, néha érthetetlenek számunkra. Ember tervez, Isten végez. Isten sok nép életét mentette meg József által, amelyek Egyiptomba jöttek eleséget venni az éhénység idején. József három irányú válasza az Ó és Új Szövetség hitének a csúcspontja. Először a bosszú állás az Istené. A gonoszságok rendezését nem emberre bízta az Úr. Azt Isten kezében kell hagyni, az övé. Másodszor Isten a rosszat is jóra tudja fordítani. Az emberi rossz akarat ellenére látni kell az Úr gondviselését, aki az eseményeket beépíti a saját tervébe. Harmadszor. A rosszat jóval kell legyőzni. A gonoszt nem csak bocsánattal, hanem szeretettel kell viszonozni. Ilyen a Krisztusi magatartás. Eltartalak én titeket, és a ti gyermekeiteket, és megvigasztalta őket, és a szívükre beszélt. Jézus kereszt halála a legnagyobb rossz volt, amit Isten a legnagyobb jóra fordított. Rút esetében Isten a gyászt örömre fordította. A babiloni fogság által Isten kigyógyította népét a bálványimádásból. József ezzel újra Jézus Krisztusra utal, Ő az igazi megtartó, sok nép számára Ő az, aki megvégaztal. Kiderül, Józsefben nincs keserűség a múlt szenvedései miatt. A bosszú nem az ő feladata, hanem Istené. Aki látja Isten kezét életének eseményeiben, na az nem rója fel a gonoszt. Végül József koporsójáról van szó a 22. verstől, és több mint száz évig egy múmiával maradtak az Izrael fiai, és mit prédikált nekik az a doboz? Hangtalanul prédikálta mindenek előtt az ember halandóságát, Egyiptom tele volt sírhelyekkel, de József egyikben sem akarta, hogy csontjai elhelyez, legyenek helyezve, valahol Izrael számára látható helyen közszemlére lehetett kitéve száz évet. Így ért véget az ember dicsősége, még akkor is, ha a második ember volt a fára után. A halál angyala előtt nincs fegyver, elragadja még a királyi család sarjait is, de József koporsója a reménységről is prédikált, és koporsóba tették Egyiptomban, így fejeződött be a kezdetek könyve. Józsefnek mumia tartó ládája összegezte a pátriárkáknak adott ígéreteket. Egyelőre egy koporsóban van zárva az ígéretek dicsősége, beteljesülése. Egyelőre sötét a jelen, de a komor felhőket nem sokára elhordja majd a szél. Nem sokára hajnalodni fog. Még akkor is, ha arra a nem sokára még elég sokat kellett várniuk. A koporsók és fejfák üzenete nem csak az, hogy ez is meghalt, az is meghalt, hanem az is, hogy Isten él. Soha ne felejtsétek ki a fejfáró, hogy a boldog feltámadás reménységében tartjuk a temetést. És meghalt József, és minden ő atya fia, és az az egész nemzedék, de azért semmi pánik, az emberek halála nem hiúsítja meg Isten terveit, száz József meghalhat, de az ígéretek nem tartoznak a halandók sorához. Isten szava nem hagyul meg, nem hervad el, megszárad a fű, elhull a világ, de Istenünk beszéde mindörökké megmarad. Péter Apostol hozzáteszi, ez pedig az a beszéd, amely néktek hirdettetett. József egyiptomi volt fogságában, felmagasztalásában, kinézetében, a király udvarban, házasságában, egyiptomi nevében, de halálos ágyán mondott szavai elárulják, hogy szívében Idegennek érezte magát abban az országban. Hitáltal emlékezett meg élete végén József, az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő tetemeiről rendelkezett, mondja a zsidókhoz írt levél. Ősei sátorokban laktak, és neki sem volt Egyiptomban maradandó városa. József koporsója türelemről prédikált, Isten ígéretei megmaradnak és teljesülnek, nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keresük. Ahogy az évtizedek és évszázadok teltek, egyre valószínűbb, valószínűtlenebbnek tűnt, hogy onnan valamikor is ki fognak még szabadulni, Kánoán elérhetetlenül messzire lett számukra új dinasztiák támadtak Egyiptomban, és Izrael megszaporodott népe egyre sanyarúbb körülmények között raboskodott Gósem földjén. De ott volt József koporsója. A hitük záloga. A hosszú várakozás bizonyára kikezdte a hitüket, széttépte a reménységüket, de a koporsó ott állott, emlékeztette őket Isten ígéreteire. Mert a látomás bizonyos időre szól, de a vége felé siet, és meg nem csal, ha késik is bízál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el, mondja Habakuk proféta. Ami élő reménységünket nem egy meghalt ősünk csontjai jelzik, hanem a feltámadott Úr Jézus Krisztus üres sírja. Az előttünk levő reménység, lelkünknek bátorságos és erős horgonya bejebb hatol a kárpitnál, ahová útnyitóul bement érettünk Jézus. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé. De ti megláttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. Én meghalok, de Isten bizonyal meglátogat titeket, és felvisz titeket a földről. Ahogyan Józsefet Egyiptomban kormányzóvá formálta a 13 éves börtön, ugyanúgy Izrael népét is a nyomorúság érlelte meg a kivonulásra. Így formál Isten minket is, hogy készen legyünk, amikor majd menni kell. Amen.